A Csillagvirág óvoda gyermekeinek fellépésével kezdődött a színpadi műsor a Kaposszegcsői Pünkösdi Fesztiválon. A rendezvényt az elmúlt két évben a pandémiás helyzet miatt nem sikerült megszerveznie az önkormányzatnak. Nagyon örültünk, hogy ismét két év után megrendezhettük a Pünkösdi Fesztivált, aminek hagyománya, hogy a Habi Konrád fúvós zenei találkozó is ennek keretében kerül megrendezésre. Nagyon sok volt nekünk ez a két év kihagyás, hiányzott a zenekaroknak, hiányzott a lakosságnak, hiányzott mindenkinek. Édesanyám megtiltotta nékem, hogy a legény a szememben nézzen, koszorút se tegyek a fejemre, majd eljön még annak az ideje. A helyi általános iskola néptáncosainak műsora után kezdetét vette a fúvós zenekari találkozó négy zenekar részvételével. A Dombovári Ifjúsági Fúvós Zenekar mellett a Dunaszegcsői fúvósok is a találkozó vendégei voltak. Dunaszegcső és Kaposszegcső között szoros barátság alakult ki az elmúlt években. Szerintem a legjobb a kapcsolatunk egyébként a zenekarral is, meg az önkormányzattal is. Ugye mind a kettő szegcső. Rendeztünk például egy olyan rendezvényt nálunk Dunaszegcsőn, hogy a két szegcsői csapat focizott, tehát szegcső volt a szurkolásnak, ez volt a szlogenje, hogy hajrá Szegcső, és a két falunak a csapata focizott, és utána a két zenekar is együtt játszott. Pápai László és tanítványa Kintner Ádám ütős műsorral léptek fel. Majd a Dombovári Zenész Egyesület és a Kaposszegcsői Fúvós Egyesület produkciója következett. A hagyományos sváb zenék mellett az együttesek a népszerű, közönség által kedvelt dallamokat is eljátszották. Próbáljuk beépíteni egyre inkább azokat a közönség által is elvárt elemeket, amelyek nem csak az idősebb korosztályt szólítják meg, hanem egyébként a fiatalokat is próbálják ebbe a fúvószenei hangzásvilágba bevonzani. A fúvószenekari találkozó nagy múltra tekint vissza. A rendezvénnyel a kaposszegcsői zenészek egykori tanítójuk Hábik Konrád emléke előtt tisztelegnek. Hábik Konrád ugye a Kaposszegcsői fúvószenének abban az értelemben is megalapítója, egy olyan néptanító, aki Nagyhajmásról költözött ide már az idős éveiben, és a 70-es években a gyerekeket összegerebjézve megalapította az ifjúsági fúvószenekart, mint egy ilyen közösségkovácsoló létesítményt, és ez azóta is kvázi töretlen. Majdnap édesapám emlékére tartják ezt a fesztivált minden évben. Fúvós zenekarok jönnek össze és zenélnek. Édesapám nyugdíjazása után ide költözött Kaposszegcsőre, és itt tanított egy zenekart. Kis úttörő gyerekeket tanított, és abból nőtte ki magát ez a fúvós zenekar itt Kaposszegcsőn. A közösségi házban dr. Veszeli Józsefné, egykori kaposszegcsői díszpolgár hímzéseiből nyílt kiállítás. Ő Kaposszegcső község díszpolgára is volt,
és azon kívül még nagyon-nagyon sok érdemet szerzett abban, hogy Kaposzekcsé neve fölkerüljön Magyarország, illetve a külföld térképére is. Hímzéseit a környező települések, sőt még Kaposzekcső németországi testvértelepülése is megismerhette. Ezen a kiállításon az ő kezemunkáját, szövéseit, hímzéseit, illetve az ő általa összeállított nagyon gazdag mintaanyagot, mintagyűjteményt mutatunk be, a baranyai svábtól, a svábon át, a kaposmentig, hogy minden településrészt megismerhetsek. Dr. Veszeli Józsefné nevéhez fűződik a kaposszekcsői hímzőszakkör megalapítása is, amely több mint fél évszázadig működött a faluban. A család számára nagyon megható volt, hogy ez a lehetőség létrejöhet, és édesanyámnak a munkásságát ilyen komoly körülmények között megmutathatjuk, és minél többen láthassák, és tudják, hogy ez az értékmentés végül is az elmúlt 50 évben az ő keze által jött létre. A fesztiválon helyi és környékbeli kézművesek is bemutatták portékáikat. A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, a helyi civil szervezetek pedig étellel és itallal kínálták vendégül a résztvevőket. A rendezvényt stílszerűen Pünkösdi Pállal fejezték be.